a víz a haja. Megfázi. Nem baj, semmi. 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 Foglaljon helyet. Szabad. Itt lakik. Én mindig máshol. Én kicsi koromban Keszthelyen laktam, de nagyon féltem a kutyáktól. Nagyon pici volt. Ekkora. Bocsánat. Károly még nincs 30 éves, amikor a magyar filmgyártás a legrutinosabb alakjai közé tartozik. Első filmjét 1954-ben forgatta a Lilion Fit, amely a kor egyik legnézettebb filmjévé vált. Korszakhatárokat jelentő alkotások fűződnek a nevéhez. Köztük a külföldön is legsikeresebb, legtöbb díjat besöprő Szerelem című, ezt 2001-ben minden idők legjobb 100 filmalkotása közé választották. Nem elég létezni, élni kell. És szeretni. Ezt már én teszem hozzá a 90 esztendős ma Károly Arc poétikájához. Mert hogy a magyar filmművészet doajenjének első könyve épp ezt a címet viseli. Szeretni kell. A vaskos kötetet egy szuszra szeretné elolvasni az ember, lassan ízlelgetve, mert közben Makkároly vendégeként egy különös filmet álmodik. Olyan partnerekkel, mint Tony Curtis, Federico Fellini, Gina Lollobrigida, Dajka Margit, Marina Vladi, Örkény István, Jancsó Miklós, Kondrád György, Tolnai Klári, Sota Irén, Domján Edit, Görbe János, Szirtes Ádám vagy Francis Ford Coppola. És nem utolsó sorban az ikonikus Szerelem főszereplői, Darvas Lili, Törőcsik Mari és Darvas Iván. Nekem volt egyszer egy nagy élményem. Nem tudom, hányadik születésnapomon, azt hiszem a Kossuth rádióba Makkárolyt megkérték, hogy beszéljen rólam. Hát nem tudom, hogy a Pirinszky János, ha nagyon összeszedte volna magát, tudta volna ilyen szépen elmondani, hogy hogy gondolkodik rólam. Mondtam, hogy Károlyom, maga hirtelen költő lett. Én ilyen jól nem fogok tudni róla beszélni, de elmondom, hogy hogy látom én őt. Én úgy gondolkodom, hogy lehet, hogy szóval sokkal érzékenyebben érzékelek, mint ahogy fogalmazok. Nem tudok fogalmazni. De különbséget így teszek, hogy van mozi számomra, és van film. Más nekem a mozi, aminek a csúcsa a Casablanca, és van a film, ugye, hát amit van belőle egy jó pár, mondjuk a Nikita Mihalkov gépzongorája.
És a Karcsi mind a kettőt tudja. Ő először mozizott, aztán olyanokat csinált, hogy most nem csak ne beszéljünk a szerelemről, amiben benne voltam, hanem a Isten megszállottak, vagy amit a Psotával csinált. Házasziklák alatt. Olyan filmeket csinált, hogy csodálatos filmeket, és ekközben, ha akart, csinált jó mozikat. Nagymama, Tera nénye előszedte a ruhákat a sírból. Nem lesz még korán, Tera. Nem lesz többet háború. Ha lesz, ha nem lesz, mi között hozzá? Tán Ferencet várod. Aztán, ha megjön is, Anna meghalt. Mi keresni valója van itt már az én fiamnak, meg az unokámnak is? Tera nénye! Innen ment el, ide jön vissza. Majd meglátjuk. Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Ego coniugo vos in matrimonium in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Károly ebben az életét és életművét bemutató kötetben filmes események közé rendezi a történelmet. Életének, alkotásainak, szerelmeinek, de nem utolsó sorban a budapesti kulturális és politikai életnek történéseit, sajátosságait is. Vélhetően az emberek meglátják ezt a könyvet a boltban, és a címe miatt is ugye úgy gondolják, hogy ez egy szerelmi történet. Tényleg nagyon sok izgalmas sztori van benne, de ezen kívül azért ott vannak a filmkészítésnek és a ténylegesen a 60-as, 70-es, 80-as évek, 90-es évek világának az a háttér sztoriai is, amelyeket talán egyedül Makkároly tud elmesélni nekünk, és ebben komoly szerepet játszik Acél György. Acél Györgyel egy nagyon furcsa viszonyod volt. 56 után, amikor itt egy teljes bizonytalanság volt, ültünk együtt a Karinti Cini, az Örkény, én és még egy vagy két író, és én megvártam, míg ottan ellenzik a dolgokat, és azt mondtam, gyerekek, ki ez az Acél? És azt mondta a Cini, lehet vele beszélni. És azt mondta az Örkény, hogy egy prűt pasi és a nőkkel valami örökös komplikáció van, hogy kinek van szerelme több, meg mi, és ezután ő nagyon érzékeny, és ez, igen. A harmadik, hogy hát nem vették föl színésznek, és de egy nagyon kulturált ember, egy, hogy mondjam, sok mindenhez ért, és most úgy néz ki, hogy ő lesz itt a kultúrpápa. A kultúrpápa. Igen, nagyon szubjektív, ugyanakkor nagyon érzékeny és jó ízlése van. Most én csináltam akkor a Házasziklák alatt című dolgozatot, ami már nyersen készen van, és olyan reményt keltő volt az egész dolog, de ő volt a kultúrpápa, aki nem szól bele részletekbe, de azért szeretné megnézni a filmet. Megnézte a filmet, nagyon udvariasan beszéltünk egymással,
akkor én már csináltam 3 vagy 4 épp az első menetnek, Lilionfi ez az amat, de azt mondta, hogy sajnos ez nem a mi filmünk, ez nagyon antihumanista, hogy egy ember visszajön a háborúból, és nem akar földet igényelni, hanem visszamegy a régi életmódjába, visszamegy a régi főnökéhez, és ez egy rossz fényt vet a rendszerre, hogy nem hívja ezeket az embereket, és nem öleli magához. Hát mondom, ez a történet a célelvtárs, hogy egy ilyen tragédia van, hogy nem az enyém, nem. Tudom, csak a biztonság kedvéért kikapcsolom, de elbúcsúztunk egymástól, és innentől kezdve mindig egy kicsit ironikus, hogy mondjam, ha összetalálkoztunk, csipkelődéssel kérdezte, hogy na, mi a következő remek műmester? És akkor én mindig kérdeztem, olyanra tetszik gondolni, ami humanista? És akkor azt mondta, akarok magával egyszer beszélni. És hogy ő nem arra gondolt, hogy humanista, és ő nem akarja az én kedvem elvenni. Elkezdődött közöttünk egy ilyen mókás viszony, én őt főnöknek hívtam, soha nem mondtam neki, hogy acélelvtárs, és ő engem a kedve szerint, attól függ, hogy hogy beszéltem, vagy simán grófnak, vagy főhercegemnek nevezett. Innentől kezdve egy folytonos kis megfigyelés, hogy jól csinálom én az igazi dolgaimat, egészen a szerelemig, amit 6 éven keresztül be volt tiltva a forgatókönyv, amit megírtunk, és mikor jelentkeztem, hogy itt van, jaj, ne basszansd az acét, hát ki nem, ebből nem lesz film sose. Én minden évben ezzel jelentkeztem, és már elunhatták, nyilván a Jancsó Mikinek lett egy másik gondja, az már egy újabb, szóra szólt a kultúrpolitikában. Szóval üzent a Rényivel, hogy hát a mag csinálja meg, meg szeremet már régóta csinálja meg. Egyszer maga is megöregszik? Soha, mama. Amíg arcfesték, meg rúzs van a világon. Már azt hittem, hogy délután van, és maga már elment haza. Pedig csak dél van. És nekem most meg kell lenni azt a mizerábilis ebéd. Jöjjön csak ide, piam. Tessék, mama. Még közelebb. Még közelebb. Mondja meg nekem az igazat, piam. Mikor jön haza? Kicsoda? Tessék megmondani az igazat. Mikor jön haza? Legutolsó levelében azt írta, hogy 3 hónapig tart a munka. De abból már 1 hónap letelt. Mama, nem szabad sírni, mama. 2 hónap az nem nagy idő. Hall engem, mama? Addig már nem élek! Nem emlékszik? Hetényi professzor úr megmondta, 100 évig fog élni. Mama, nem emlékszik? Hetényi professzor úr. Mama! Hetényi professzor úr talán meghalt már. Jól van, mama. Megírom Jánosnak, hogy jöjjön haza. Mikor maga? Megírom Jánosnak, hogy azonnal jöjjön haza. Mikor? Még ma. Nem azt kérdek, hanem hogy mikor jöjjön haza? Azonnal. Hogy azonnal jöjjön haza? Azonnal. Ha eddig nem tudta befejezni ezt a rohadt filmet, hagyja a fenébe, és jöjjön haza. Mit mond maga? Megnyugodhat a mama. Ha én megírom neki, hogy azonnal jöjjön haza, mert én különben elválok tőle, akkor rész nélkül hazajön. Elválik tőle? Maga? Elén. Hát szabad egy asszonyt ilyen sokáig magára hagyni? Mindenki más régen megcsalta volna, csak én! Hát minek néz engem az a félkegyelmű?
Hagyja abba a film? A premier előtt? Szarok a premierre, rakja füstre a dollárjait, tudom én azt. Egy fillért nem kap, ha nem fejezi be a filmet. De engem nem érdekel, nem fogok itt rostokolni egyedül. Ha János most jön haza, akkor nem kap egy dollár sem. Hát ne kapja, nekem nem kell a pénze. Teljesen igaza van a mamának, azonnal sürgönzök neki, hogy jöjjön haza. Tome Kanz, a férfinek első dolog a munka. Filmrendezőként milyen volt ő? Ragaszkodott az ötleteihez, vagy hagyta a színészeket kibontakozni? Persze ugye más egy színpadi rendező, meg más egy filmrendező. Én szerettem vele dolgozni, nagyon. A legtöbb vitám a szerelemben volt vele. Mert ugye ő eredetileg a Psotának írta, és 5 évig nem engedték neki megcsinálni. Na most elmondom, hogy mi jellemző Károlyomra. 5 év után úgy gondolta, hogy én csináljam meg. És mondom, Karcsi drágám, én tudom, hogy ezt az Irénnek írta. Beszélje meg vele. És vagy fölhív engem az Irén, hogy Mari, hogy teheted ezt meg velem, vagy azt mondja, hogy természetes, Karcsi, az csinál. Tudjuk, mi nagyon szeretjük egymást a Frota Irénnel. A szerelemben azért volt sok vitám vele, mert azért mindig előtte volt az Irén, mert nyilván amikor ezzel dolgozott, az Irén járt az eszébe. Azon kívül akarta a fiatal Böbét, ugye mert jóval fiatalabb volt, mint a Déri, és ugye azért rám rakta azt a szörnyű parókát, azért, hogy milyen szép hosszú hajad van, na, ez az a Zakson tipikus esete, hogy és ha nem mondják el ezt az egy mondatot, de hát ezt a parókát nem bocsájtom meg neki. Sokszor kért tőlem olyat, ami mondtam, hogy ilyet az Irén csinálna. Mert kérte azt, hogy én a Darvas Ildikére csináljam azt, hogy mondom, ezt az Irén csinálná. De aztán megcsináltam neki. A nagy élmény számomra a szerelembe a Darvas Ildi volt, aki egy páratlan élménye volt az életemnek. És tulajdonképpen nem merem mondani, mert ugyanis olyan nagy sikerű a film, és a Karcsi ezért kitüntetést kapott Cannes-ba, én meg megkaptam a legjobb női alakítás díját Chicagóba. Tehát nincs sok beszélni valóm róla, de igazából azt a részt szeretem, amikor találkozok a Darvas Ivánnal. Annak annyi szépsége van, és úgy eltaláltuk azt a mértéket, hogy újra találkozunk, hogy azt nagyon szeretem. No, de viszont Karcsi, és talán nem fog megharagudni ezért, hogy ezt elmondom, mert ezzel én őt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon dicsérem. Ugye sokat vitatkoztunk, és 3 jelenetet megkértem, hogy Károly drága,
vegyük fel az én változatomat is, mert itt nagyon belerak engem a böbébe meg az Irénbe. És megcsináltuk két változatba. Na most Karcsit azért lehet szeretni, mert olyan nagy vonalú, és annyira tudja, hogy amit tud, azt tud, és nem kevés, amit tud, hogy mind a három jelenet az én jelenetemben az van bevágva. Igen ám, de aztán történt valami, mert elkészült a film, de nem akarták megnézni, és nem akarták bemutatni. Hát. És akkor te mit csináltál? Elvitték a kópiát, és elkezdték a család, mindenki ült, hozzáteszem, tehát börtöntársak voltak, úgyhogy amit én ebben a filmben csináltam, az ezeket a családokat nagyon megérinthette, mert az összes asszony rátámadt a férjére, hogy olyan gyávák vagytok, hogy ezt a filmet nem meritek kihozni, hát végül is ez a mi életünk, ez történt velünk, így úgy amúgy, és fölhívott engem a New York Herald Tribune-nak a kelet-európai tudósítója Belgrádból, hogy hallom, hogy csináltál valami nagyon jó pofa filmet, meg lehetne nézni, de még akkor a film nem volt bemutatási engedély. De dobozban volt. De meg volt már, és följött, megnézte a filmet, azt mondta, te, én szeretnék írni erről egy kritikát is, de hogy készült a film? És akkor én elmondtam neki, de nem avattam bele teljesen ebbe a, hogy mondjam, hogy futtattak itt engem 6 évig. Megjelent az újság, 3 napra rá hivatott az Acél, Sárik a telefonál, ahol én egyébként kivívtam, hogy délelőtt 11 előtt nem megyek. Mert ő koránkelő ember volt, és úgy büntetett, hogy jöjjön be hozzám 7:30. A non-figuratív fiatal képzőművészeknek ez volt az ideje. Az Ottlik, hát ez ki volt mérve, és az Ottlik Gézával is tett össze, akivel jó barátságban voltunk, egy kísérletet. Sárika mondja meg az Ottliknak, hogy 10-re jöjjön be hozzám. És akkor az Ottlik visszaüzent a Sárikának, hogy mondja meg a főnöknek, hogy én bridge-ezek, és 14:30 kerek délután. Nem is ment sose csak délután. És ezt az Attila tudomásul. Na, kurcunk, behívott engem, és azt mondta nekem, köszönöm ezt a cikket. Na, ez a mi filmünk. Jó. Innentől kezdve időnként, ha volt valamilyen szakmai valami, akkor mindig megkérdeztem, hogy csinálná? Hát mondom, ezt így, de ez a világ egyszerű dolga, mindenütt így csinálják. Na, jöjjenek föl hozzám. Akkor a Jancsó, a Szabó, a Bacsó, meg én fölmentünk hozzá, és akkor elkezdtünk diskurálni, és sose adott választ, vakarta a fejét, de másnap telefonon üzent, hogy na jó, csinálják így. Nekem minden élmény, amit Makkároly csinált, film, az igazi élmény, kezdve a legelsőtől, a Szigligeti Lilionfitől kezdve. A legutolsó viszont az, hogy most egy olyan könyvet olvastam, amelyik, minthogyha egy Makkároly filmet néznék. Nekem visszajöttek emlékek azokról a filmekről, amiket láttam. Jöttek emlékek olyan filmekről, amikről csak olvastam, de sajnos nem láttam, ezek elsősorban a külföldi filmek, és felfedeztem magamnak egy olyan Makkárolyt, akit eddig nem ismertem, mert ez az ember ragyogóan ír. Ez a könyv, ez egy film, ami az ember fejében forog. Ez a legnagyobb élmény pillanatnyilag. Hogy erről most önök is meggyőződjenek, egy részlet Makkároly Szeretni kell című könyvéből. Cannes
1971. május 12-én délelőtt 11 óra. Kezdődik a szerelem sajtóvetítése. Nekem ez az első megjelenésem Cannes-ban. Egy filmem, a Lilion fiú ugyan már volt itt celluloid formában, de én most először. Törőcsik Mari már ismert Cannes-i arca a Körhinta óta. Darvas Lili, Reinhardt színésze, Molnár Ferenc özvegye, csemege. A szocialisták börtönéből kiszabadult volt szocialista író Déri Tibor, akinek könyvei Európa szerte ismertek, maga a szenzáció. Az első kérdések franciák, tudják, hogy kell. Darvas Lilihez szóltak. Természetesen Molnár Ferenc ebből kihagyhatatlan volt, aztán Amerika, ahol ő már eltűnni látszott, és ez a váratlan, példátlan minőségű alakítás ennek a most látott filmnek egyik kimagasló értéke. És hogy ő korábban Amerikában miért nem filmezett. Lili gyakorlott sztár volt, az életben is frappáns, gyorsan és bájosan reagált. Mert nem kerestek, csak ez az úr Pestről. És hogyan dolgoztak együtt, milyen módszerekkel? Olyan módszerrel, hogy arra gondoltam, Mack úrnak Amerikába kellene jönnie színházat csinálni, és nekem erre már van is valami tervem. A bemutató este 9-kor kezdődik. Darvas Lili és Törőcsik Mari már készülődnek, estei ruháikba bújnak, a hozzáillő elegáns, finom ékszereket feltéve, jön majd a smink, gondolom én, bebújva a smokingomba. Beléptünk a fesztivál nagy termébe, be a moziba. Én úgy éreztem magam, mint aki nem egy hatalmas cedbe, hanem egy oroszlán sötét torkába lépett be. Megkezdődött a film. 10 perc szenvedést írtam elő magamnak, ameddig a sötétben figyelem a százszor látott beállításokat. Minden olyan volt, mint máskor, de csak nagyjából. Más illata volt a levegőnek, más súlya annak az ezer személynek, aki a vásznat figyeli, és más hangja annak a suttogásnak, amely itt az arannyal vagy egyéb égkövekkel díszített fülekbe igyekszik. Aztán csend. Az a bizonyos nehéz, súlyos csend. A teremben kigyulladnak a fények. A rövid vége fő cím még megy, amikor kitör az elemi taps. Először a gyorsabban ocsúdok tenyerének egy-egy csattanás, ami aztán lassan viharrá erősödik. És csak tapsolnak felemelt kézzel nekünk, a filmnek, az érzéseiknek. Jönnek előre, néhányan még mindig könnyes szemmel a terem elejére, hogy lássanak bennünket, hogy üdvözöljék, akiktől ezt az élményt kapják, és megköszönjék nekünk. Dübörög a taps, percekig csak dübörög. És akkor jön egy nagy színésznő, királynője foglalkozásának, Michelle Morgan. Találkozni akar a rendezővel, akinek a filmje annyira megtetszett neki. Elmondja, hogy ő ide szökött, mert hogy nem szokás zsűritagoknak a versenyben lévő filmek alkotóival találkozni, de ritka az a film, ami őt még sírásra tudja késztetni. Ám a maga filmjének a vége, de nem csak a vége, és szinte könycökik a szemébe. Zavarban voltam, nem volt erre válaszom, annál is inkább, mert ezek a mondatok akkor ott őszinték voltak. Közben kortyolgattunk párat az észrevétlenül odacsempészett pezsgőből. Ennek a gyönyörű színésznőnek, ahogy a vége jelenetre visszatért, újra elhomályosul a szeme, amit ő nem szégyel. Megrázta a fejét, ez már a búcsú előtti mozzanata volt. Károli, még mindig a hatása alatt vagyok. A legnagyobb élményét, vagy a legmaradandóbb emlékét, ha elmesélni Mack Károlyról, vagy a filmjéről? Nehéz választani. Már gyerekkoromban nagy kedvencem volt a Lilion fi. Aztán, ahogy nőttem, csepülettem, tulajdonképpen minden filmje a kedvencemé vált. De hogyha a legről kérdez, akkor a életem pályája során elkalandoztam ide-oda, kis televíziózás, kis film tanulmányok, és amikor vizsgadolgozatot kellett írni, akkor nem volt kétséges, hogy Mack Károly Szerelem című filmjéről írtam, és nem lett sikertelen, megdicsértek érte. Tulajdonképpen én nekem azóta is az a véleményem, hogy ez a világ legszebb szerelmes filmje.
Én azt hiszem, hogy egyike voltam azoknak, akik Makkárolyt biztatták arra, hogy írjon, mert abból kisülhet valami jó, azért jó, mert tud fogalmazni. Azt akarnám megkérdezni tőled, Karcsi, hogy milyen volt beiratkozni ebbe a gyötrelmes, soha véget nem érő tanfolyamba, ami az írás, amit magad egyedül bonyolítsz le, Isten tudja, hogy ki a tanító, a szöveg maga. Az elején egy játék, a közepén egy munka, a végén egy gyötrelem. Ugyanis amikor én évek óta, mióta itt egy kicsit lanyhul a filmgyártási lehetőség, gondoltam arra, hogy annyi minden történt velem a korom miatt, mert 44-ben kerültem be a filmgyártásba, hogy valahogy ezt nyomot kéne hagyni ennek. Nagyon gyakran tartottam vidéki, valahai kultúrházakba apró megbeszéléseket filmjeimmel kapcsolatban, és nekem kialakult ott egy meglehetősen rutinos történetem, hogy mit, hogy kell előadni. És amikor arra gondoltam, hogy ennek én nyomot hagyok, különböző magnetofonokat vetettem az én Lili lányommal, aki most filmvágó, és nem tudott eljönni. Mindegyiket kipróbáltam, és kiderült, mikor már hallottam magam, hogy ez nem én vagyok, ez egy ember, aki már be van ebbe trenírozva, elég rutinosan előadja a dolgokat, és nincs benne semmi izgalom már, ami engem illet. És akkor találkoztam az igazgató úrral véletlenül, és úgy rám kérdezett, hogy nincs kedved egy könyvet írni. Mondom, ez egy égi jel, van. És akkor újra megpróbáltam a magnetofokat, újra nem ment, és elhatároztam, hogy ezt én írni fogom. Nagy elhatározás volt, mert én korábban, ifjú koromban, az iskolában, a magyar dolgozatok írásában nem voltam egy utolsó alak. És mikor elkezdtem írni, akkor az első három nap nekikezdtem különböző oldalaknak, írtam öt mondatot, Jézus Mária, összegyúrtam. Gyerünk a következőre, mert csak tiszta papírra lehet írni. Újra a mondat, mi volt a baj benne, nem tudom. Ezzel kínlódtam én körülbelül 3-4 napig, és egyszer csak kijött néhány mondat, és ez a néhány mondat elkezdte diktálni a következőt. Én azt hívén, hogy jaj, ez egy mesés, néhány hetes vagy hónapos munka, azt mondtam az igazgató úrnak, hogy te, hát én megcsinálnám ezt, jaj, nagyon jó, boldogok vagyunk, de írok 10 oldalt, olvassátok el, mert nem tudom, hogy mi jön ki belőle. Nekiálltam ennek a 10 oldalnak, és hozzá kell tennem, hogy magának a tollnak a siklásától, visszaemlékeztem a régi gimnáziumi remek tollakra, meg az ellemire, amikor még olyan tollal írtunk, hogy meg le kellett vastagítani, és gyönyörű írásokat lehetett produkálni, ami később derült ki. Tehát, hogy írok 10 oldalt, elolvasták, és vesztünkre vagy boldogságunkra, azt mondták, hogy ez nekünk kell. Szisztémám nem volt, és úgy döntöttem, hogy végig megyek az én életemen, és ami
eszembe jut, és ezt megszabják a kezdő évek, továbbá az elkészült filmek. Csináltam egy listát, 54, 55, 56, 57, és gondoltam, megírom ezeket a dolgokat. De ahogy elkezdtem írni az 54-es filmet, mint legnagyobbat, akkor annyi minden dolog jutott eszembe a későbbiekről, hogy ja, de mi lett azzal az emberrel, akivel együtt dolgoztunk ott, mi lett ezzel az emberrel, mi lett velem, és kiderült, hogy az íráskényszer az engem rabul ejtett. Én valaha nagyon szépen írtam, visszajött a gyönyörű írásom, de a harmadik nap nem tudtam már elolvasni, amit írtam. Mióta tudom, hogy ma itt együtt fogunk ülni, és ilyen vagy olyan körülmények között ez a könyv kikerül a kezemből, már napok óta nem találom a helyem, nincs ugyanis mit csinálnom. A Gyurival az utolsó beszélgetésem, mert a könyvről beszéltünk meg, hogy hogy kéne még korrigálni, még az idő, meg a dátum, meg a karácsony, meg nekem van egy, azt hiszem, hogy kialakult stílusom, de nem elég konzekvens, ilyen is, olyan is, amolyan is. Azt mondta, hogy addig ne hagyd abba, amíg nem vagy boldog. Na mondom, ez majdnem egy jó befejezés. De aztán rájöttem az igazira, és azt meg úgy kevertem meg, hogy a Gyurinak ez a néhány mondata benne legyen. Most keresem a boldogságomat egy következő dolgozathoz, amiről nem vagyok benne biztos, hogy összehozható, de köszönöm a türelmeteket. Biztos vagyok benne, ebben is biztos voltam, hogy nem tudod abba hagyni. Definitíve, valószínűleg a haláloddal fogod abba hagyni, addig ezt-azt fogsz csinálni. Most mindesetre ezt a jó struktúrát megtaláltad, és szeretném dicsérni a könyvet abból a szempontból is, hogy egy-egy film körül ott vannak a színészek, színésznők, az operatőr, a producer, a gyártásvezető, a sofőr, mindenféle ember, vágó, akik mind személyek és számodra élő, jelenlevő személyek, és meg is jelenített személyek a könyvben, ami gazdagabbá teszi ezt a elbeszélő szerkezetet, mint amivel egy író előállhatna, hogy amikor ezt a regényt írtam, hát mi volt akkor? Akkor is ültem ott az asztalnál, akkor is ültem. Te nálad nem ez van, mert nyüzsgés van. Volt egy kis beszélgetősünk Ungvári Tamással hármasba, és akkor is ottan jöttek, mentek az emberek. Na most ezt a kétféle lelkiállapotot, hogy mindenkit elheseget az ember maga körül, és hogy bevonja őket, ebben a szövegben tudtad érzékeltetni, úgyhogy ki kell majd valami érdekeset találni a következő könyvhöz. Ehhez minden esetre gratulálok. Na most annyit szeretnék még, hogy kérdezzek is valamit. Azt kérdezném, hogy... Ja igen, hogy ez a boldogság közeleg? Gyurikám, ez napszakonként és az időjárástól függően változik, mert ha süt a nap, jobb a helyzet. Ha olyan idő van, mint ma, akkor elég reménytelen. De hát végül is 365 igen. nap van egy évbe, és lehetséges, vagy kívánatos. Én vettem egy vacak kis ilyen íróasztalt egy ócska piacon korábban, mert olyan fából volt egy modern kis asztalka,
rajzolóknak ilyen ferde lappal, de olyan gyönyörűje volt a fának a gyűrűi a ránézésre, hogy megvettem. Na most ez az asztal, lementünk a múltra Balatonra, ránéztem, mondom, Jézusom, hát csak kéne ezzel valamit csinálni. Na most minden az asztaltól függ. Így van, így van. Ez járt a fejemben, amikor összeállítottam a neked szánt csomagot. És remélem nem fogsz, csodálkozni, hogy egy csukott nyakú fekete sejmet küldtem az antwerpeni csipke helyett. Gondolhatod, hogy nem sajnálom tőled, de lásd be. Túlzott föltűnést kelten egy kivágott csipkeruha abban a Pest Erzsébeti kultúrotthonban. Ki kezdett magával? Velem nem lehet kikezdeni. Na, jó éjszakát. Miért olyan sürgős? Elálmosodtam. Leragad a szemem. Jó éjszakát. Jó Köszönöm, ne gyújtson villanyt. Miért jobb, ha nem ég a villany? Mert akkor nem látom magamat. Úgyis áttalál a tükörnek. Az ember nem csak a tükörben láthatja magát. A Kultúrmozsák című produkciónk a Médiatanács támogatásával készült.